Hazai pályán folytatta az NB1 küzdelmeit a DKSF felnőtt röplabda együttese. A csapat az idei első hazai bajnokián 3-1-es győzelmet ért el a Gamma Party CO együttese ellen. Tomanóci Tibor tanítványai magabiztosan kezdtek, már az első felvonást is 25-19-re nyerték. A második játék részben több cserét is végrehajtott a hazai együttes, bizonytalanabbá vált a játék, így azt a vendégek 21-25-re húzták be. A harmadik és negyedik párharcot végül a DKS-e együttese nyerte 25-18-ra, illetve 25-14-re, így magabiztos 3-1-es győzelemmel debütált hazai pályán a csapatunk. A lefújást követően Tomanóci Tibor vezetőedző értékelt. Az első hazai mérkőzésünkön hála Istennek győzelemmel debütáltunk, sikerült 3 pontot behúzni. A második szedben én azt gondolom, hogy egy picit köszönhető nekem is, mind edző, egy picit megkavartam, mindenkinek akartam játék lehetőséget adni, ami a végére hála Istennek sikerült is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük ezt a mérkőzést, bízom benne, hogy a folytatás is ugyanígy győzelemmel fog párosulni. A szakember a vesztes felvonás ellenére is elégedett volt a csapata játékával. A második játék részben bevallottan azért élt a cserékkel, mert mindenkinek játék lehetőséget szeretett volna biztosítani. Erre azért is volt szükség, hogy a csapat minden játékosa megszokja az NB1-es bajnokság lendületét. Csináltam egy kettős cserét, ami úgymond nem volt indokolt, de én azt gondolom, hogy mindenkit, ahogy mondtam, játszatni akartam, mindenkit azt akartam, hogy szokja az NB1-es mérkőzésnek a légkörét, vegyék fel a játék ritmusát. Ott egy picit beragadtunk, volt 2-3 olyan állás, ami nem megszokott volt, de ettől függetlenül mondom, a harmadik, negyedik szedben szépen kijavítottuk a hibáinkat. Jól kezdte tehát az NB1-es szezont a DKS-e felnőtt röplabda együttese. A miénk az idei kiírás első fordulójában pontot raboltak a Dág otthonából, majd a Magyar Kupában a Veszprémet győzték le idegenben 3-1 arányban.